szabadságnak egy különös letéteménye volt, amit ott megéltünk. Soha nem tapasztaltam azt itt. Mint egy beavatás, tehát hogy aki ezen részt vesz, az átléphet egy következő stádiumba az életében. Azt csinálhatunk, amit akarunk, és nem szól a rendőr, sőt, segít. A lengyel autóstopnak híre volt. Egy fiatal ember életéből hiányzik a kalandna. Most ez az ideális, két stoppos lány, tehát ehhez hozzácsapódni, elcsábítani őket valamilyen formában, ez ott a tényleg. Hát ha hozzácsapod, de is csábítak, ez automatikus. Utána nem kell stoppolni. Igen. Nekem is élmény volt így előszedni ezt a sok kis dobozkát. Három relikviát találtam, három fényképet erről az eseményről. Ez a kettő, ez a Neptunk út. Itt az Éva, az a lengyel lány, aki jönne laktunk Gdanszba. Ez itt jó magam volnék. Ez pedig itt a tengerparton fetrengünk a homokba, helbe. Ez egy ilyen nagyon egyszerű kártya, naptár 69-ből, ami sehol máshol nincs, csak augusztusban van bejegyzés. Az egész hónapot ott töltöttük, és ennek egy ilyen nagyon furcsa rejtjeles feljegyzése van. Végre kaptam levelet a PR-től. Ezzel stoppoltuk végig az országot. Ez egy halászati bója. Ajándék. Meddig lesz meg? Kiemlékszik rá, hogy... Fölmentünk aztán Varsóba, Varsóból ugye ide Gdansk, itt végig, ki is mentünk a félszigeten, és akkor itt a nyugati határ mellett le Poznányba, és egészen így ki az autópálya miatt ide, ahol volt. Hát azt a hőstetet végrehajtottuk, hogy autópályán stoppoltunk, ami hát tök üres volt, gondolom, hogy 20 éve vagy nem tudom, hozzá se nyúltak, tehát eléggé töredezett volt, de hát mégis egy autópálya. Nyugodtan ki lehetett állni az országútra, nem voltak ilyen sebességek, tehát meg lehetett állni. 1962-ben nem tolongtak a személyautók a lengyel utakon se. Teherautó viszont volt rengeteg. Különben az autostoppozásnak van is egy ilyen fajta, hát hogy iratlan szabály, hogy úgy kell jeleznem, hogy időben meg tudjon állni. Úgy nagyjából a középiskola felső rész egyetemista és az a korosztály volt. Ki lehetett váltani egy kis stoppos könyvecskét, ilyen sárga füzetét rajta a piros körre. A lengyel autostopp szervezett mozgalom. Egyfajta politikai szabadság fokmérője is volt az, hogy az állam nem hogy tiltotta, hanem támogatta az autostopot. Az elmúlt években szenzációs attrakció. Ma már az országútjainkon mindennapos jelenség. Minden kanyar után meglepetés. Minél messzebbre és gyorsabban. Tegnap hegyek, ma a mazuri tavak. Az ingyenes közlekedési lehetőséggel az egész országban már 70 ezer autostoppos könyvecskével rendelkező személy él. Természetesen kell egy kis szerencse, vagy jó csalétek. A
Hová, hová, kis hölgy? Csak tessék! Régi, de mindig hatásos módszer. Az autóstoposok nem szeretnek egy helyben toporogni. Az autóstoposok mindig sietnek. Nincs idő sajnálkozni az olajos hering felett, amikor ilyen lehetőség jött el. Nos, ma úgy 100 kilcsit lenyomunk, mondják a saját szlengükön. A legérdekesebb az, hogy állunk az országút szélén, egyre többen vagyunk, a város szélén, egyre többen. Valaki előveszi a gitárját, elkezd gitározni. Erdélyi László Attila. Több évtizeden keresztül filmlaboratóriumi ismereteket tanított a Színház és Filmművészeti Egyetemen. 1962-ben stoppolt először Lengyelországban. Akkoriban a Twist volt a sláger, és akkor 40-50 gyerek az út közepén Twisttel. Lengyelországot már gyerekkorában az ember valahogy úgy kapja örökségül, hogy ezek barátok, testvérek. Az az igazság, hogy nagyon keveset tudtunk Lengyelországról. Sólyom László, jogtudós, egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság első elnöke. 2005 és 10 között a Magyar Köztársaság elnöke. 1962-ben stoppolt Lengyelországban. Mindenki tudta, hogy Podák Benged Bábratánki, de hát ez kevés. Hát a lengyelekkel már dinasztikus viszonyaink voltak. Például itt volt a legcsodálatosabb, és a nép között is a egyik legelismertebb király, a lovak király, Szent László. Szent László Lengyelországban született. Az anyanyelve nagy valószínűséggel lengyel biztos, volt. Biztos, persze. Ezen belemegy Krakkóba. Hát ott van Jadwiga. Egy magyar meg a bátor. Lengyel-magyar kapcsolatokról szóló hazafias irodalmon nőttem föl az 50-es években titokban. Én valamikor 12 éves koromban olvastam a Lengyel Sasfiókok című könyvet Szent Iványi Jenő munkáját, abban az időben egy ismert irodalom volt. Mikor a lengyel cserkészek védték Lvovot, azaz Lemberget az ukránok ellen, és ez meghatározó élmény volt. Olvastam a Hősfiúk című regényes történet a szabadságharcról, ugye ez volt ennek a könyvnek az alcíme, Fiúk és leányok számára, és hát ebben az volt, hogy tulajdonképpen az egész világ, én ezt úgy értelmeztem, amit Rákosi Viktorral bevezetőben leírt, hogy az egész világ a magyarok ellen fordult 1848-49-ben, egyedül a lengyelek harcoltak a magyarok oldalán. Most ez azért egy történelem iránt fogékony gyermek lelkületet azért nagyon meg tud ragadni. Kovács István, polonista, volt krakkói főkonzul. Kutatási területe a lengyel történelem és lengyel-magyar kapcsolatok. A 60-as évek elején stoppolt először Lengyelországban. Erre rakódott le 1956 már valóságos élménye, amikor az teljesen áthatotta a levegőt, hogy a nagyvilág ugyan cserben hagyott bennünket, de a lengyelek velünk vannak. Átléptem a lengyel határt, és elkezdődött egy eszméletlen élmény. Engelmayer Ákos. Hazánk rendszerváltás után első varsói nagykövete. 1961-ben autostoppal járta be Lengyelországot, majd 1962 óta Lengyelországban él. Ahová betértem, úgy fogadtak, mint egy hőst. 56, magyarok, úgyhogy, na és egy teljesen más világ volt, mint a 56 utáni kádári Magyarország. Többfajta autostoppos is létezett, mi a soft, a könnyebb autostopposokhoz tartoztunk. Márta István, zeneszerző, színház és fesztiváligazgató, a Kapolcsi Művészetek Völgye alapítója. A 70-es évek elejétől barátaival járta be többször is Lengyelországot. Volt a nagyon durva, aki semmilyen pokrócot, semmilyen hálózsákot nem vitt magával, vitte saját magát, föltette a kezét és végigcsavarogta Lengyelországot. Tényleg, mint az egykori amerikai hobók.
Ami autostoppal megfogott, hangsúlyozni kívánom, hogy talán én voltam az első, és utána jöttek a többiek, az az abszolút kötetlen légkör és fiatalok. Segítették az autostoppot, tehát a Tamásnak is megvan, nekem a 73-as, 72-es, 73-as, 75-ös autostopp könyveim megvannak, mert elraktam őket, a Tamásnál van egy 74-es. Ugye ez miről szól? Először is van a hátulján egy ilyen, tehát ezzel ugye fölteszi az ember a kezét, és kiválóan már látszik, hogy nem betörő, nem gyilkos, egy erkölcsi bizonyítvány, hanem ez egy tulajdonképpen egy erkölcsi bizonyítvány. Na most ráadásul ezekben az autostopp könyvekben különféle kis, minek nevezik ezt, ilyen kis szelvények voltak. Tehát amennyi kilométert vitt, ezt aláírtad a dátummal együtt, letépted, odaadtad a sofőrnek, és év végén, akik kisorsoltak, kis poszkifiát, vagy bárszabát, vagy valami ilyesmi. Ezen kívül hasznos információk voltak, tehát a turista szállásoktól kezdve csomó olyan információ benne volt, amivel az ember. Most, ha ezt még kombináltam azzal, sajnos már nincs meg a kis magyar zászló, ez a kis háromszögletű zászló, hogy még így alátettem, és még mellettem volt mondjuk egy lány, akkor nektek annyi volt, mert tutira engem vettek fel. Egy másfajta szabadságot láttam, én úgy emlékszem, vagy másfajta életet, ugyanannak a baraknak, vagy a tábornak egy másik barakjába. Csernyus Lőrinc, Ibl-díjas építész, a hazai szerves építészet jelentős alakja, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. A 70-es évek végén utazott stoppal Lengyelországban. Sokkal több hosszúhajú ember volt, sokkal több szakállas, sokkal több fiatal jelent meg az én hippi elképzeléseimben, hippi generációban Lengyelországban, mint itt Magyarországon. Volt valami fajta ilyen rejtett üzenete, hogy Lengyelországba kell menni, mert akkor az ember biztos, hogy így megérzi a szabadságot. Háj János, József Attila díjas író, költő, illusztrátor és a Palatinus könyvkiadó alapítója. 1979-ben járt stoppal Lengyelországban. Ennek van egy ilyen rendes forgatókönyv, hogy Krakkóig elmegyünk vonattal, és akkor onnan is stoppal föl Danzigig, és akkor vissza majd Krakkóig, és akkor haza vonattal. És valahogy az egész tulajdonképpen nem is tudom, hogy Lengyelországról szólt-e, vagy egyáltalán arról a dologról, hogy kiszabadulni abból a börtönből, amit mi börtönnek éltünk meg. Ami mély ilyen zsigeri vonzalom volt az emberben, úgy látszik, a lengyelek iránt. Folyamatosabb volt a múlt. Bereményi Géza, Kossuth, József Attila és Balázs Béla díjas filmrendező, író, színházigazgató. 1965-ben Kisgyér Csaba segítségével indult útnak Lengyelországba. Nem akarták magukat kicserélni, mint a magyarok, mint az enyém. Nem szégyelték a múltjukat. Egyszer csak megáll egy Volkswagen bogár, ülnek benne négyen. Mit akarnak ezeket? Idehogy? Szalai Attila, újságíró, író, műfordító, polonista, diplomata. 1976-tól 1990-ig Lengyelországban élt. Első lengyelországi autostoppos útja 1969-ben volt. Kipattam belőle egy középkorú őszes úriember, erős akcentussal, de magyarul köszönt bennünket, és mielőtt bármit továbbit mondana, mint az, hogy jó napot kívánok, elkapja a magyar zászlót, megcsókolja, és kicsordul a könny a szeméből. Ott áll két alig 18 elmúlt fiatalember, és nézünk, mint Szergej a kinóba, hogy mi ez? Kiderült, hogy az ember boglári diák volt, magyarországi lengyel menekült második világháború alatt. Hát az, hogy ő meglátta a magyar zászlót, ez olyan hálarobbanást idézett elő nála, hogy hát egyszerűen nem bírt magával, és összepréselte abba a fauvé bogárba a családja. Én nem tudom, hogy fértünk bele, de hatan ültünk benne, még a két hátizsákunk is, és nem erőszakkal, de azt mondta, hogy ti most nem mentek sehova. Mit beszéltetek meg a barátaitok, hogy Gdanszba holnap délután, jó, majd holnap, de lehet, hogy csak holnap után.
két napon keresztül etetet itatott, és ment a történelem óra. Minden olyat elmesélte, aminek töredékeit apámtól hallottam, na de hogy első kézből, egy második világháborús lengyel menekültől, hallani, hogy ezek a dolgok hogyan történtek igazából, és hallani tőle azt, amiről tilos volt beszélni, amiről szájzárat kellett, amitől szájzárat kellett, hogy kapjunk, hogy a Horthy ilyen, nem olyan fasiszta náci, nem tudom kicsit, ez meg könnyekkel a szemébe emlegette, meg telekit, meg nem. Tehát olyan történelmórát kaptunk sűrítve 48 óra alatt. Ott tanultam meg Lengyelországban, hogy tulajdonképpen a második világháború utódjai gyermekei vagyunk. Hiába nem értem a második világháború idején, de annak a hatása és annak a következményei azok végzetesen sújtják az egész Kelet-Európát, Kelet-Közép-Európát, köztes Európát, ahol élünk. Egy naív hit bennünk, hogy valójában mi csak egy társadalmi fogságban vagyunk, és nem az emberi lét és a mindenkori emberi társadalom fogságában. Magyarországon minden utcasarkon igazoltatott a rendőr, ez jelentett a fiatalságot, mert hát ugye 56-ban fiatalok csinálták 56-ot, és azok megbízhatatlannak voltak nyilvánítva. Míg a 70-es években se lehetett átmenni a Váci utcáról a Bimbó útra, hogy az embert legalább egyszer nem igazoltat. A rendőrség állandóan izélgetett engem is és másokat is az életkora miatt. Milyen a haja, milyen a izé, milyen a nadrágja. Hát az én egész toppos korszakom az úgy kezdődött, hogy Hidas Németinél leszállítottak a vonatról. Fegyveresek jöttek, és lent várt egy borbély. Körülbelül négyen voltunk ilyen hosszú hajúak. A vonat lassan kigördült a Hidas-Németi határállomásról, Szlovákia, Csehszlovákia fele, mi pedig ott álltunk. Jó drágán levágta a hajunkat a fodrász, és 6 vagy 8 óra múlva jött a következő vonat. Úgyhogy találkoztunk a barátommal a pályaudvaron, Krakkóban, és elkezdtük az autóstoppot. Voltunk helyeken, de hogy valójában mit láttunk, azt nem tudom, csak hogy mentünk Lengyelországba. Tehát ez olyan volt, mint egy ilyen road movie, hogy sokan voltunk, persze hát szétszakadva, és akkor ezek így mozogtak ott Lengyelországba. Tehát ez az egész olyan volt, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen film, amiben elindul egy csapat, és akkor megpróbálja elérni az északi sarkot, ami nekünk Gdanszk és Csecsin volt. Első út az 1963, tulajdonképpen Varsóból Poznányba vitt. Ott stoppoltam, és leállt egy kocsi rögtön. Látta, hogy magyar zászlóval stoppoltam, és kiderült, hogy ő nem megy messze, de látta, hogy magyar vagyok, és mondta, hogy azonnal megreggeliztet. És elmondta, hogy ő 1956-ban műszaki egyetemista volt, és hát tüntettek a magyarok mellett. És lehet, hogy én voltam egyébként az első élő magyar, akivel találkozott. Tehát megreggeliztetett ott Poznány közelében, és ő maga leállított egy kocsit, hogy vigyen tovább. Késő délután volt, egyik teherautó sofőrje vett fel, és mondta, hogy ilyenkor már ez egy nagyon ritka út, nem járnak kocsik, úgyhogy ő meghív engem, hogy akkor a családjánál aludjak. Volt vagy 3-4 gyereke, felesége azt hiszem nem volt. És hát a vacsora az nagyon szerény volt, de arra emlékszem, és ez volt az első ilyen élményem, hogy vacsora előtt imádkozott az egész család. És amikor lefeküdtek,
akkor láttam, hogy a szűzanya képe elé térdelnek és imádkoznak. Tehát igazán a vendégszereteten kívül ez jelentette ez az élmény, mert ez számomra hitelesítette azt, hogy a lengyelek milyen vallásosak. Másodikos gimnista vagyok, 63-at írunk. Megyünk ki Krakóba, természetesen előtte fölvásárolunk 2 nylon-inget fejenként, mert az kell. Tolcsvai Béla, Kossuth Díjas zenész, zeneszerző, gitáros. A Tolcsvai Trió tagja. Kon Zsuzsával és az Illés Együttessel Kit Egylet néven léptek fel. 1963-ban járt először Lengyelországban. Kiérünk Krakóba, bemegyünk a belvárosba, és egyből ott a főtéren jön a rendőr. Mi magyar szokás szerint elkezdünk félni a uniformistól, amikor is a rendőr oda jön, és kérdezi, hogy Kosula, Nilan Kosula, tessék, meg még jobban félünk, hogy el akarja venni tőlünk, hogy tehát akkor miből lesz pénzünk. Azt mondja, akkor látja rajtunk a remény, menjünk be a kapu alá. Bementünk a kapu alá, és ott kérdez, hogy illetve kóstuljét, mennyire adjátok, és megvásárolta ő személyesen az ingéket. Na, ez volt a legeslegelső benyomás Lengyelországból. Az utcán ülünk, valami beszéltünk akárkivel, ismert emberrel, szittük a kommunistákat, mint a vihar. Alexa Károly, József Attila díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. A Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója. 1964-ben stoppolt Lengyelországban. Én látott egy rendőr, és akkor mondom, te vigyázzál, ott a policia. Azt mondja, az is lengyel mondta, és legyintett rá. Igen? Na, akkor más helyen vagyok, mint Magyarország. So they know my sweet baby love is so. She got me going, yeah, she turns me on. She loves me, yeah, she loves me. And it blows my mind. Yeah, it blows my mind. She's my lover. Ez volt nekem az első krakkói szállásom. Kisgyé Csaba, polonista, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A közép-európai népek kulturális kapcsolatait kutatja. 1964-ben utazott először Lengyelországba autostoppal. Ez nagyon megmaradt az emlékezetemben, mert amikor az autostoppos körút után a tengerparttól visszajöttem Krakkóba, itt voltak a fiúk, akik nyári gyakorlatokat töltötték itt, és hát ők tanítottak minden nap lengyelre. Módszeresen elmondták, hogy mit csinálunk, kellett ismételni, mondták a főneveket, mondták a ragozást hozzá, és akkor este pedig, amikor hazajöttek, kikérdeztek. Pontosan számítanom, hogy 1964. júliusának melyik napján álltam meg itt a krakkói főtéren, ami hát életemnek egyik fordulópontja volt, későbbről visszatekintve. Akkor csak azt láttam, hogy egy csodálatosan szép város, körben palotákkal, itt a közepén a posztócsarnok, és hát az is eszembe jutott, hogy jó néhány száz évvel ezelőtt például Balassi Bálint ugyanezt a teret láthatta, ugyanezeket a palotákat láthatta, sőt az egyikben itt is lakott. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy én úgy éreztem akkor is, hogy nem idegen helyre érkeztem.
Nem tudtam lengyelül, és minden olyan új volt és izgalmas volt, de lenyűgöző volt ez a város, a főtér. Emlékszem, eső után érkeztünk ide, kisütött a nap, és valahogy minden ilyen aranyos fényben csillogott a paloták tetei, a templomok. Az emberek nem voltak ilyen sokan ezen a téren, hétköznap volt. A 60-as évek közepén emlékszem, hogy itt a főtéren állandóan lehetett magyarokkal találkozni. Hát itt a találkozóhely, amit az ember megbeszélt lányokkal és barátokkal, és az a Mickiewicz szobor volt. Csak a maiaknak mondom, hogy akkoriban ez úgy működött, hogy meg volt beszélve, hogy X napon este 7 óra Rinegróvni találkozunk egymással, ami egy jó nagy tér egyébként. Páva Zsolt, ügyvéd, közgazdász, politikus. Hosszú ideig Pécs polgármestere volt. 1974-ben járt autóstoppal Lengyelországban. Nem volt mobiltelefon, semmilyen telefon nem volt egyébként. És meg volt, hogy 7-kor, nem akkor 8-kor, hanem akkor 9-kor, ha akkor, és akkor másnap ugyanígy. Megbeszéltük, hogy körülbelül egy hét múlva talán oda fogok tudni érni. Racsmány Mihály, informatikus. Barátaival járta be Lengyelországot az 1960-as évek közepétől. Ők egy hét múlva a terveik szerint Gdanszba lesznek, ahol van egy aranykapu, Zoltán Bráma nevű híres műemlék, és ott találkozzunk egy hét múlva, három napon keresztül, minden második kerekórába lesz ott a találkozó. Megállt egy kamion, ami nagyon furcsa volt, egy ilyen zárt, de a közepén nyitott, és egy ilyen deszkakerítés volt a közepén, ami ilyen szalma lengedezett kifelé. Vékás Péter, Balázs Béla díjas operatőr, filmrendező. Barátaival 1968-ban utazott először autostoppal Zakopanétől Gdanszkig. Megállt, én futok, láthatatlan kezek elemelik ezt a kerítést, és berántanak, na most abban finnek voltak, mindenféle volt, és 6 ló. Úgyhogy mi ott középen feküdtünk a szalmán, óriási hangulat, és 3 lófej így, 3 lófej úgy, úgyhogy mire Varsóba leérkeztem, az egyik ló az kért tőlem kaját, mert mindig adtam egy kis szénát neki, és akkor már, ha nem, akkor bögdöste, óriási volt. És akkor a Palasz Kultúri Nauki előtt, Varsó főterén megáll ez a lovaskamion, és én kiszállok belőle úgy, hogy mindenem szénaszalma, lószar, minden volt, és ott ül a két barátom, és engem vár. És onnan folytatódott természetesen tovább, úgyhogy nagyon érdekes volt ilyen szempontból is. Barátom van Lacival, hát körülbelül ezzel a cuccal úgy nekiálltunk utazgatni, és hát sokszor nem is tudtuk, hogy hol vagyunk, hanem mentünk, amerre éppen vittek bennünket. Péterfi András, Balázs Béla díjas filmrendező, operatőr, producer, egyetemi tanár. Angol-magyar szakos egyetemi hallgatóként 1966-ban járt autóstoppal Zakopanétól a tengerpartig. Na most ez az egész, hogy mi megyünk az úton. Nem nagyon tudjuk, hogy pontosan meddig jutunk el. Ennek a meglepetés volt, olyan erős volt, tehát hogy bennünket a kíváncsiság olyan adrenalin töltett el, hogy mi fog történni egy perc múlva. És az egész úton létnek ez a gondolata annyira izgalmas, és a kalandnak annyira gazdag érzelmi állapotát hozta létre az emberbe, hogy tulajdonképpen mindennek tudtunk örülni. Tehát akkor megláttunk akkor egy kis patak, és akkor szomjasak lettünk, és akkor vizet ittunk. Ez a legjellemzőbb kép, én ezt tulajdonképpen magam az egész történetnek a legfontosabb képének érzem. A mögöttünk elsuhanó, egy traumát elsuhan mellettünk, mint olyan. És ebből aztán az következik, hogy mi az úton levést nagyon élveztük,
És hát ugye bármi, például egy lovaskocsi is érdekes volt, hogyha nem jött a teherautó, hát személyautó nagyon ritkán vett fel, mert teherautó, akkor egy lovaskocsi. Szóval ez hogy mondjam, pótolhatatlan élmény így az ember számára. Majdnem olyan, mert akkor a Kerouakot is olvastuk, nem? Igen. És igen. Mi ezt Lengyelországban éltük meg azt az élményt, amit a Kerouak a Route 66-en élt, mert mi pedig Varsó és Gdansk között. Elindultunk valóban, és olyan jó stoppot kaptunk, hogy egészen más felé mentünk. Igen, az sokszor volt. A jó stoppért eladtuk a lelkünket. Egy bogárhátú Volkswagennel egy csodálatos 25 év körüli hölgy megállt az első 3 percben, hogy stoppolni kezdtünk Varsóba. Barnaföldi Gábor, az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa. Először egyedül, majd barátaival utazta végig a klasszikus autostoppos utat Zakopanétól Gdanskig. Mondta, hogy elvisz addig bennünket, amerre megyünk. Mondtuk, hogy Gdansk. Azt mondja, hogy hát ő nem arra megy, hanem Csecsinbe, úgyhogy majd valahol elágazik az út, akkor letesz. Hát körülbelül 50 kilométer után egymás között már eldöntöttük, hogy mi Csecsinbe megyünk. Nem Gdanskba, mert ezt nem szabad kihagyni. Öltözék és ruha, autostoppos viselet. Hihetetlen, hogy nem volt még rövid nadrág. Nem volt rövid nadrág, tehát mi nem sem vettük volna. Nem is biztos, hogy fölvettük volna. Nem vettük volna fel a gyerekes. A tornacipő az kötelező? Az, hát úgy kötelező volt, hogy ez volt a legkényelmesebb, tehát nyilvánvaló. De hát utána maga a hátizsák, ami egy cseh, nekem egy cseh kék hátizsákom volt, amiben mik voltak? Na hát el kell kezdjük. Nagy Ákos népművelő. Megnyitásától 25 évig a Petőfi csarnokban, mint koncertszervező dolgozott. 15 évig a Sziget Fesztiválon is szervezett koncerteket. A 70-es évek elejétől többször bejárta Lengyelországot. Hát eleve ott kezdte, hogy a hátizsáknak ilyen vékony szíja volt, ami a csontig vágott. Tehát nem ilyenek, mint most, hogy egy gyönyörű habkönnyű műanyag hátizsák, ez egy vászon, nagyon nehéz, vékony szívű, ami általában el is szakott. Szóval zsák volt, tehát semmi tartó. Igen, ebben hát, különböző egy hónapra való felszerelés. Nekem még volt ugye, a jobbik esetben az apámtól ellopott tulajdonképpen Rolleiflex kis fényképezőgépem. Igen, a kicsi is nagy volt. De még ezt is cipelni kellett. Úgyhogy ezt most találtam meg a kapocsi padláson, de hát ez is már ugye, ez az autostopnak köszönhetően néz ki ilyen állapotban. Ez egy mikrofényképezőgép. Ez egy mikrofényképezőgép. A rosszabbik eset, az pedig a kvarc szovjet felhúzós 8 mm-es fényfelvevő. Ez itt van munkában. Mindenhova, ahol megérkezett az ember, jelentkezett egy ilyen domstudentkinél, egy ilyen diákháznál, megmutatta a diákigazolványát, és akkor kapott papírokat, kedvezményeket, olcsó szállást, lecuccolt, és így ment. És aztán egy idő múlva ezekben az említett nagyobb városokban már ismerőseim voltak. Mivel éjfél felé vagy azután érkeztünk, általában a kapus nézett ki ezen a kis lukon félrehúzta, és általában ezek a kapusok, hát akkor már bevodkáztak. Nyakas Szilárd, az ELTE filozófia magyar szakán végzett. A Magyar Rádió főmunkatársa, a Magyar Rádiózásért díj tulajdonosa. 1965-ben ment ki barátaival Lengyelországba először. Az esetek 80%-ában kb. A következő párbeszéd zajlott le. Mondtuk, hogy estem vengzi studenti. Erre azt mondja nekünk a kapus. Zaraz, psígyet kierovnyit. Be. Ugye mindjárt jön a főnök, mert a főnöknek oda kellett adnunk az igazolványunkat,
annak fejében adott fehérneműt, és akkor tudtunk hálni. Bementünk, megkaptunk mindent, és hát reggel első. Tökéletesen ingyen, amikor megtudták, hogy magyarok vagyunk. Nem is tudom, hogy hányszor voltunk kint egyébként, fogalmam sincs. Tehát mondjuk a csajozás, ez egy fontos dolog volt. De ezen kívül ugye Lengyelország... Meg a fiúzás, és sok barátunk. Nem, hát a csajozás az úgy alakult, hogy ott álltunk az út szélén. Lakatos Tamás. Vendéglátással foglalkozik. Márta Istvánnal kötött barátsága révén indultak együtt Lengyelországba, 1972-től. És akkor egyszer csak ott állt termett. Három gyönyörűség. De hát most ezek már az itt is homályos, meg a képek is. Ott termett az útszélő három gyönyörűség. És hát ez jellemző szóval van. Semmit nem kellett tennünk. Tehát csak szóval elejettünk, és kész, és aznap este már szabad a gazda. Körülbelül valahogy így foglalhatnám össze, hogy még finom legyek. Mindannyian kicsit hippik akartunk lenni. De azért nem annyira. Virágok nem lógtak rajtunk, meg ilyesmi, de csajozni nagyon szerettünk. Történetesen a csaj részét kimerítettük azt hiszem a hippi korszaknak, ugye? Hát ez volt a maximum, amit ki lehetett akkor ebből hozni. Hát természetesen az egyik legerősebb mozgatórugó az a csajozás volt. Mentünk ki vonattal Varsóig, és akkor onnan akartuk bejárni Lengyelországot együtt, még egy-két barátunkkal. Ez nem teljesen sikerült, mert épp a barátom egyszer csak eltűnt. Novobácki Sándor. Német-lengyel szakon végzett az egyetemen. Nyugdíjazásáig a Magyar Televízió szerkesztő rendezője volt. Először Lengyelországban 1967-ben járt barátjával. Egy hét múlva került elő, még pedig Gdańskba, ahol a következő ilyen nagyobb hely volt, ahol találkoznunk kellett. Hát egy hölgyel eltávoztam Wroclawba. Várkonyi András, színész. Népszerűségét a Barátok köz című televíziós sorozatnak köszönheti. Novobácki Sándor utitársa volt Lengyelországban 1967-ben. Együtt laktunk egy pár napig, és közvetlen barátommal, hogy én vadházasságban voltam, kérlek szépen, és ez nagyon tetszett az én barátomnak. Nem kis büszkeséggel emlegette ezt. 18 évesen az ember ezt azért elég nagyképűen hangoztatja, és hát később sajnos kiderült, hogy férnél van a hölgy, ez nagyon fájt nekem akkoriban. És ráadásul akkor nem tudtam egy szót se lengyelül, mert egyszer jött Budapestre és fölhívott, és a legnagyobb meglepetésére lengyelül válaszoltam neki. Elkezdünk beszélgetni. Elővettük egyébként ezeket a szolid udvarlási technikákat. Timás Vadneocsi. Élvezték, hogy milyen barbár nyelven beszélünk, tehát törjük az ő szép lengyel nyelvüket. Leültünk és néha órákig beszélgettünk. Látták, hogy nekünk nehéz a lengyel, meg ők is nehéznek találták a magyart, és azt mondták, hogy na jó, akkor kinek van nehezebb nyelvtörője? Hát,
kis Szűcs Micsűc, hát beletört minden lengyel nyelvvel. És akkor jöttek elő ők a farbában, na most akkor ezt tanuljátok meg. Vagyis, hát azok a méhek ott abban a faluban nagyon erősen zümmögnek, azt hiszem ez a hiteles magyar fordítása. Ha valamit megismer az ember elég alaposan, vagy legalábbis élményszerűen, akkor abban, hogy úgy mondjam, felfedezi a szépséget. Az első út, meg néhány későbbi adta motivációt, hogy elkezdtem lengyelül tanulni. Mondták, hogy hát ez a Sanyi barátom nagyon jó beszél lengyelül, de azért igazából én sokkal jobban, szemtelenül, gyorsabban, rengeteg hibával nyilván úgy beszéltem. Apácát úgy mondják lengyelül, hogy Zakonyica, a tojásrántottát pedig Jajesnyica. És megesett, hogy egyszer valahogy nem voltam egy ilyen tejbárban, és kértem 4 tojásból apácát.1968-ban Zakopanéba iskolai téli táborban voltunk. A Dom Turist nevű turistaházban laktunk, ahova is beköltöztünk kora délután. 1-2 órával később beköltözött egy egészségügyi szakközépiskola lány csoportja, mint egy 30-35 szebbnél szebb lány. Megismerkedtünk a 3 magyar fiúval. Asztalos Mirka. Asztalos András egykori krakkói, majd varsói követségi munkatárs felesége. 1972-től magyar állampolgárként jelenleg is Magyarországon él. Csatlakoztak mi hozzánk, és hát beszélgettünk, ahogy tudtunk. Mi az iskolában mindenhova kirándultunk, és ettől kezdve már az egyéni élmények, már hárman voltunk jó barátok, közös lett. Mit van az, ami írtam a Zakopanéról? Elutaztunk a Dolina Kastyeliszkába, ők is jöttek velünk. Sose felejtem ezt a napot. Ez volt a legszebb nap abban az időben, ahogy ott voltunk Zakopanéban. Jól éreztünk magunkat, és 3 fiú, hát ott szemeltünk persze, mint a fiatalok, szemeztünk egymással. A lányok választottak közülünk mindenki a megfelelőt, nem mindig azt, akit mi szerettünk volt, de hát volt rá idő. Jaj, hogy az Isten, én már soha nem fogom őt látni, meg ilyeneket írtam Jézus. Igen, szerelmes voltam, én nem tagadom meg. Úgyhogy Gábor volt már Lengyelországban másodszor. Azt hiszem, hogy lengyelul értett. Nejszvávi Svob, Piotrovi, leggyengébb volt a fér a lengyel tudásba. Amikor azt gondolom, hogy valamit tanultam a világról, azt a krakkói rineken éreztem. Nem csak azért, az ember művészettörténetet tanult, és megtudta, hogyha nem a Krakkóba lenne a Hermelines hölgy, akkor az lenne a leghíresebb kép a világon. Szívtuk magunkba azt az ismeretet, amit tudom én a múzeumban láttunk. Mégis mi motivált? Nem csak a kaland, és szerintem nem csak az utazás. Gulyás Gyula, Balázs Béla díjas filmrendező. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. 1965-től többször járt Lengyelországban. Ez nem titok, hogy rajongtunk a lengyel filmekért.
messze Európában, legalábbis Kadr. A Rókon kívül is, így van, ez a Kadr nevű stúdió, az maga volt az oltári szentség. Egy Kavalerovics, vagy egy Vajda, vagy egy Andrzej Munk, vagy akár egy Polanski, azok azért számunkra már ismertek voltak, mert a lengyel filmet, még a Máter Johannát is lehetett látni szűkebb körben, vagy a Kés a vízben, tudja, egy másik szélsőséget mondjak, de hát a Hamu is nyilván. Az alapvetésben egy olyan mű, amikor ott haldoklik a cibuszki a szemétdombon, és a feje fölött meg átmegy a vonat, tehát hogy mi haladunk, ilyen áron, olyan áron, de haladunk, akkor ez, azt hiszem, ez az utolsó snit ennek a filmnek fémjelzi ezt az egész korszakot. Rám a plakátművészet nagyon nagy hatással volt, egészen újszerű, teljesen, és hát a zene, a jazz. Jártuk a várost, ez most a Jazz Fesztiválról beszélek, és eszméletlen sokat beszélgettünk a lengyel fiatalokkal, akik egyébként nagyon jól tudtak angolul. Tehát a kommunikáció nyelve nem az orosz volt, ami egyébként véletlenül könnyebben ment volna, ha mi jobban tudunk oroszul, és ők hajlandók voltak megszólalni oroszul, és ezért a nehézkes angol tudással beszélgetünk mindenről. Én nagyon emlékszem olyan esti angolatokról, hogy a kocsmában nem lehetett látni se a füsttől, mézsör, bor, és ilyen tulajdonképpen a diákság szerepe a jövőben. Tehát ezek nagyon hangzatos szavak voltak, de erről nagyon sokat tudtunk beszélni, hogy mi hogy képzeljük el a világot. Mi azért a világot azt szerint is láttuk, hogy a wroclawi színházi kísérletek például, tehát a Grotowskiék, vagy a Varsói ősz, a Warszawski jeseny kortárzenei koncertek, vagy a jazz jamboree, a jazz koncertek, vagy akár a plakátművészet például. Tehát nyitott szemmel jártunk, és az úton, az országúton azért igyekeztünk magunkba fogadni olyan élményeket is, ami mondjuk nem kizárólag a lányokkal kapcsolatos. One! No way! Come on! Krakóban egy ilyen pótkocsis teherautó megáll, és így int a sofőr, hogy gyertek, és akkor ott voltunk körülbelül 20-an. Hász István, Munkácsi Mihály díjas képzőművész tanár. A kortárs magyar absztrakt, geometrikus művészet irányzat meghatározó alakja. 1965-ben indult először Lengyelországba, ahova rendszeresen visszajár. Fölszálltunk, fölkapaszkodtunk az autóra, és ott voltunk, és ez célfúva volt, ez Dánzba ment. Egyik reggeltől másnap estig, majdnem két napig tartott ez az út. Most miért kellett nekünk Dánzba menni? Fürödni. Miért kellett bárhova menni? Ez micsoda kérdés? Fürödni a tengerben. Találkoztunk a tengerrel. Katonai támaszpont volt a nagy része. Igen, ott találkoztunk a tengerrel, és ugye levetköztünk, ott is volt egy kislány, többek között a társaságunkban, egy nagyon kedves, intelligens lány volt, és ott levetköztünk, és berohantunk a tengerbe. Hát ez egy olyan élmény volt, a tengerbe berohanni, és aztán kirohantunk. Jó ideg 18 vagy 19. Nem, ez mindig egy ilyen fontos célpont volt. Mert az volt a legészebb. Az a legészebb. Főjebb már volt a határon. Tehát ott csak néha elábrándoztam magam, hogy át lehetne menni Finnországba, de hát ezek Svédországba, de hát ezek ábrándoztak. Egy csónak meg, érdemes. És ott volt a világ, nekünk ott volt a világ vége. Azért gondoljuk el, itt 20 éves srácokról van szó. Elmennek olyan helyre és úgy, ahová a szülők soha az életükben nem mentek el, nem ismerik, és nem kapnak hírt róluk.
semmit nem tudtak a szüleink rólunk. Én, amikor hazajöttem, akkor jöttem rá, hogy anyám, hát biztos, hogy sok álmatlan éjszakát megélhetett, mert hogy autóstoppal, hogy egy ilyen nagy területet, hogy mi lehet az ő egyetlen gyermekével. Nem tudom, ez nálatok abszolút nem volt téma, ugye? Abszolút, sőt, anyám az mondott is, hogy ki fognak fosztani, és így tovább. Tőlem mindent elloptak, úgyhogy megmaradtam ott egy szál nadrágba, semmim nem volt. El kellett mennem Varsóba, hogy kapjak egy ideglenes hazautazási papírt. Most jön a stoppozásnak a kényszer romantikus része. Kiálltam Dunksban az országotra, és autóbusz vett fel, ahol ilyen turista csoport, tehát ilyen valamilyen társasutazási csoport volt ez. Mutattam a papíromat, hogy hát velem ez történt, hát ezek el voltak. Gondolj bele, hogy ide jön ez a 19 éves srác hozzánk, diák, student, érted, medzinárodový student passport, cserve legitimációt, nyelvjelmet, jak to sem mówię po polsku. Na, és képzeld azt el, hogy ezek ott vizébördök, és hát elvisznek Varsóba, és amikor elköszönök tőlük, akkor így átadnak nekem akkor így 300 lotyit. Össze, végig kalapozták, hogy összegyűjtötték a pénzt, és én ott állok, érted, a rendőrségi papírra 300 lotyival elköszöntek, és akkor elmentem a konzulátusra. Ez kis történetek. Mondjuk, hogy ember elkölt Varsóba éjjel kettőkor hajnalba, és egyetlen telefonszámod van, egy ember él, vagy egy házas pár, akik elvittek téged autóval, mint tudom én, Dunkstól nem tudom meddig. Éjjel kettőkor telefonálsz a telefonra, és akkor a féli meddig magyar, lengyel, angol nyelven mondod, hogy itt állsz, és mi a túró, és mi legyen. És azt mondja, hogy Mári Gármészem, hogy Károli, mondta a fiú, now it is late. Egy késő este van, amit én is tudtam anélkül, hogy mondta volna. És akkor hol vagy te? Mondtam, hogy merre felvek nagyjából. Várjál meg. Jött a pasas autóba, pizsamába, megszálltunk egy kollégiumba. Szóval nem volt probléma. És az embernek nem égett le a pofájáról a bőr, mert ez olyan evidens. Ha te jönnél hozzánk, mondom, ugyanezt megcsináltam akkor én is. András, aki évek óta növesztette a haját, mondjuk ilyen 35 centis hosszú haja volt, leültünk egy parkba, szembe volt egy fodrászat, ahol egy nagyon helyes lány volt a fodrász, és azt mondta, hogy annál a lánynál fogunk aludni. Mondom neki, hogy hát ez nem biztos, de ő garantálja, mert ő most a 5 éve növesztett haját levágatja, és így megismerkedik a lány. Bement, levágatta a haját. A lány, ez ilyen záróra környékén volt este fele, a lány kiszaladt valamiért, ott várt egy fiú, akit elküldött a fenébe, átöltözött, és minket elvezetett a lakásába, már a szülei lakásába, ahol is azt mondta, hogy itt nyugodtan aludhatunk, reggel csak csapjuk be az ajtót. Ő meg elment a fiúhoz. Na most mindent használjunk, ahogy szeretnénk. Én éjszaka kimentem, vagy még este a WC-re, és egy ilyen iszonyatos, magas rangú katonatiszti ruha ott lógott a fogason, 1000 csillaggal, piros csíkkal a nadrágba, mondom, ebből nekünk bajunk lesz. És semmi bajunk nem volt. Reggel, amikor elmentünk, még mindig ott az egyenruha ott lógott, becsaptuk az ajtót, és azt ott se volt, még címváltás se, és ilyen bizalommal szerettek minket, és így szállásoltak el.
Magyarországon van egy autósopos nemzedék, akiknek a szemevilága a nagyvilágra itt nyílt ki. De volt egy értelmiségi réteg, amelyik megtanult lengyelül, és a kulturális és később politikai nézeteit itt szívta föl. Mindig nyilván követjük, hogy mi történik Lengyelországban. Mi történik Lengyelországgal, és ennek a következménye az, hogy én megpróbáljuk legalábbis, én úgy tudom, te is, továbbadni. Megpróbáljuk megmagyarázni a környezetünknek egy 15-25-35 évvel fiatalabbnak, hogy mi az, ami a mi szerelmünk oka. Nem naponta gondolok erre a stoppolásra és erre az útra. Tehát nem állandóan az jár a fejembe, hogy új, amikor mentünk, és az a faros busz milyen. Nem erre gondolok, de olyan sejtés szinten nagyon sokszor fölrémlenek apró pici momentumok. Ez egy életérzés volt, nyugodtan mondhatom, ami abban a szituációban, abban néhány évben jelen volt, se előtte, se utána. Ezt a maiaknak lehet próbálni elmagyarázni, most gyerekek, figyeljetek ide, apátok, nagyapátok mit csinált. Én amikor a gyerekeimmel erről beszéltem, két felnőtt lány, sőt most már az unoka egyszerűen nem hiszik el, hogy ilyen világ volt. Egyszerűen azt hiszik, hogy hülyéskedek, tehát hogy határon megijed az ember. Itt a nyugatra nem mehettünk, kerestük ezen a táboron belül azokat a réseket, ami valami levegő befér. Az egész akkori magyar pici testpetségbe ez egy vitális utántöltés volt számunkra. Népmesei próbatétel volt. Népmesei próbatétel, amit hogyha az ember megcsinál, akkor megkapja a király lányát. Tehát, mert hogy az életünk végül is tele van ilyen népmesei próbatételekkel, amiken végig kell menni ahhoz, hogy reálisan belekerülj a sorsodba. Bennünk föltétlen megbíztak, teljesen idegenek voltunk. Persze. És mi is bárkivel találkoztunk, ugyanúgy vakon megbíztunk benne. Miért? Mert ő lengyel. Én azt hiszem, hogy azt a szabadságszeretetet és a nemzeti öntudatot, ami a lengyelekben van, azt valahogyan továbbra is fenn kéne tartani, és a következő generációnak meg kéne tartani, és meg kéne tanulni, és ugyanolyan ragaszkodáson megélni, mint ahogy ők megélik a sajátjukat. És ez teljesen mindegy, hogy hol van az ember, Kanadában van kint, akkor a kanadai magyarok a lengyel húsüzletbe járnak vásárolni. Szóval ennyire tetten lehet érni azokat a dolgokat, hogy a kapcsolatok élnek. Élnek a hétköznapokban is. És hogyha ezt át tudjuk adni a gyerekeinknek, akkor ez nagyon jó lenne. És az autostop, mint műfaj, tehát ma már nem is érdemes, nem is lehet, nem ugyanaz. Nem is baj, ez a miénk. Ez így jó. Fú, de jó még szóta. Ez a miénk. I'm ready to fly down 65, hit the coastline.